Vész jósló zene. A történet elején a sárkány, ez a pasi, visszatér. A hír gyorsan elterjed, és a susogó ablakoknak ez nagyon nem tetszik. Ez a sárkány az a fajta fickó, aki egy FPS-ben él. Eközben otthon, soha nem fogod kitalálni mi a neve, Eva készíti a finom mosogatólevet a férjének, Simonnak, miután puszta kézzel veszi le a tűzről a fazekat. A hajnakobá házból való fényes napon született Eva színe előtt állsz. Az andalgók és a fekete kócok királynője, a napi három étkezés védelmezője, a sárkány Exneje, a nagy tűztenger Kaleszíje, a tűzjáró, a románcok leverője. Szóval Eva eltölt egy nagyon romantikus vacsorát a férjével, aki miután végzett, bejelentette, hogy a sárkány visszatért, majd lépett a kocsmába. Eva ekkor visszaemlékszik azokra az eseménytelen napokra a hegyekben, amit az ex-férjével töltött. Kocsmában megjelenik a sárkány, aminek a helyi kémikusok nem kifejezetten örülnek, de az akkor is rendelt egy hosszút, majd lépett. Ezután érkezett meg Simon, és a falu férfiai egyből megvigasztalták. Sárkit még az állatok sem kedvelik. De ő megmutatta, hogy ki a nagy kutya. Eva ekkor visszaemlékszik az élete legboldogabb napjára, meg az esküvőjére. Simon ekkor végre demonstrálta a kémcsőporrak legnagyobb hátrányát. Simon ezután fejszét vesz magához, és odalopakodik a sárkány fazekas házához, hogy meglesse, milyen gonoszságokra készül. Jaj ne! Létre van nála! Fedezék be! Ezután Simon hazamegy, veszélyesen közel hajol a felesége 100% pamut ágyneműjéhez az égő gyufával, majd lefekszik a falhoz.
Aztán másnap megrendezik a hegyekben az éves szekta gyűlést, ahol élő áldozatot mutatnak be a kenyéristennek. Kenyér! Igen, meneteljünk égő fáklyákkal és rakjuk tábortüzet a szárazság kellő közepén. Mi baj történhet? Ezután ettől teljesen függetlenül egy hatalmas erdőtűz alakul ki. Hogy mi? A falu férfiai gyors intézkedéseket indítottak. Megérkezik Sárki is a fontos falugyűlésre, és visszaflessel a múltba. Itt kiderül, hogy az igazi neve Martin Lepis. Martin Lepis! Martin Lepis! Martin Lepis! Mikor még két szeme volt évekkel ezelőtt, nagy szárazság volt a faluban, és a falusiak éhes zombiként rohamozták meg a Sárki házát, mikor látták, hogy ő hatalmas zsákokat cipel be a házába, gyanús fehér porral. Sárki nem tudta, mi van. Az emberek elkezdték belapátolni a fehér port magukhoz. Volt, aki azt hitte, az liszt. Valaki meg azt hitte, hogy kokó-rokokó. De azután hamar kiderült, hogy ez csak mész. Ahogy Sárki is mondta már előtte. És csak nézd ezt a sok bohócot. Ezután a falusiak bosszúból leütötték egy gödörben. És felgyújtották a háza tetejét. Sárk ezután megjelent a kocsmiban, és kőkövön nem maradt. Ezután Sárk két évre eltűnt. De most szükség volt rá. Az erdőtűz miatt egy tehéncsorda a hegyekben ragadt, és senki sem volt elég bátor ahhoz, hogy hazaterelje őket. De Mr. Sárk önként jelentkezett. A falusiak egy elutasíthatatlan ajánlattal találtak elő, ha egy héten belül nem tér vissza a tehenekkel, akkor felgyújtják a házát. Emellett társként Simont küldték el vele. Micsoda bonyodalom! A két férfi elindul a nagy kalandra. Az út hosszú és kemény, fenyőkön és hegyeken keresztül kell átvágniuk.
Az egyik alkalommal Simonnak alkalma nyílt meggyilkolni a másikat egy rajzfilm módszerrel. De azután meggondolta magát, és szólt, hogy szikla. Végre meglettek a tehenek, akik átvágtak tűzön vízen át. Egy pihenőhelynél Mr. Shark elküldött egy kölyköt a hírrel, hogy éppen hol vannak. Eközben Simon a fafaragás közben a ceremoniális krumplira gondolt. Mikor régen Eva elhajolt tőle, még nem értette, de miután Sharkkal annyi időt töltött együtt, kezdte megérteni, mit is látott benne. Mr. Shark sokkal okosabb és rátermettebb volt, mint azt eddig képzelte. Másnap folytatták az útjukat, de Simon szíve ezután összetört. Mikor látta Sharkot kezet fogni valami random emberekkel, és azt hitte, hogy Shark eladta a teheneket. Ezért Simon féltékenyen rájuk támadt. Végül kiütötték őt egy gyomorrúgással. Simi ezután hazament, és lángra lobbantotta a sárkányok házát. Sárkányok háza! Eközben Eva felkelt a TARDIS-ban. Simon elmondta a történteket a falunak, de ami ezután történt, arra senki sem számított. A sárkány visszatért. Az emberek egy ünnepi háztűzzel köszöntötték. When I was young, I never needed anyone. Making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I know. When I dial the telephone, nobody's home. Don't wanna be all by myself anymore. Oh.
was young, I never needed anyone. Making love was just for fun. Those days are gone. Shark végül megbocsát a háza miatt, 50 méterről elbúcsúzik Evától, végül elmegy harmadszorra is.